Ezt a kísérletet egy ismert optikai ráccsal fogjuk elvégezni, amelyben első lépésben meghatározzuk a lézerfénynek a hullámhosszát. Ehhez a kísérleti elrendezés a következő, hogy az ismert résekkel ellátott, tehát az ismert rácsállandójú optikai rácsot elhelyeztük a lézer elé, és a lézerfénnyel megvilágítva a falon felfogjuk a jeleket. Ha bekapcsoljuk a fényforrást, jól látható, hogy a rácson, az optikai rácson áthaladó fénynek megjelennek az erősítési helyei. Ugye itt megkaptuk a nulladrendűt, és jelen esetben látszik az első rendű erősítés. Ahhoz, hogy ki tudjuk számolni a lézer hullámhosszát, meg kell mérnünk az ernyő és a rács távolságát. Egy alkalmas mérőeszközzel ezt meg tudjuk tenni. Valamint meg kell mérnünk a nulladrendű, illetve az első rendű erősítési pontoknak a távolságát, szintén egy arra alkalmas mérőeszközzel ezt meg tudjuk tenni. Ezen adatok ismeretében már ki tudjuk számolni a lézernek a hullámhosszát. Aztán a kísérletet egy másik rácsállandójú optikai ráccsal is el tudjuk végezni. Itt már látszik, hogy megjelentek a további erősítési pontok, nulladrendű, elsőrendű, másodrendű erősítési pontok, amelyeknek változik a távolsága, de nyilván más a rácsállandó is. És ha tovább megyünk a kísérletet, akár egy még kisebb rácsállandói ráccsal is el tudjuk végezni. Itt már jól látszik, hogy több erősítési pont is megjelenik a táblán, meg tudjuk őket számolni, meg tudjuk őket mind mérni, a mért adatokat pedig a munkafüzet táblázatába fel tudjuk jegyezni, és meg tudjuk válaszolni a feltett kérdéseket. Ezzel a kísérletet befejeztük.